Nos, elnézést, egy kis fönnakadás történt itt a... Erre számoltam is, hogy ezzel az új grafikus vezérlő, meg a faszom, meg a mit tudom én, szoftverekkel már tököm ki van. Úgyhogy, ja, egy kicsit be is crasholtunk. De semmi gond, itt vagyunk, továbbra is. Ugye előzőekben megcsináltuk ezt a gyönyörűséges... hát nem előzőekben, most, az előbb. Egy gyors újraindítás, egyszerűen csak gondolt egyet is kilépett, képzétek el az XSplit, meg úgy minden. Egyszer már volt ilyen, akkor is valami hasonló videókártya driver problémával küzdöttünk. Hát valami hasonló lesz szerintem most is, reméljük, hogy többször nem fog kilépni, mert akkor szétverem a gépet. Na! Tehát, onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, most bejövünk ide. Hát nem tudom, hogy kivel, mivel, merre, hány méter lesz itt a fennállás. Aha. A fura hangokat hallok. Nagyon hörögnek. Ez ki? Oh. Hűha! Faszó! De a zene is király, amúgy illik a karakterhez. Ah! Látod? Hát nem sokat szedtünk le neki, hogy őszinte legyek. Sőt, konkrétan fika. Hűha. Nagyon izgi. Nagyon durva. Oké. Okay. Hát reméljük, hogy nem fog kifagyni így menet közben újra ez a rohadt gép. Nem tudom, hogy miért csinálta. Elolvastam különben a hiba jegyzéket, azt írta, hogy a CES problémájával van. Bár valami jóváhagyási AMD-s probléma. Úgyhogy örülni fogok neki, hogyha továbbra is, de hogy miközben van ennek az Azuri-éhoz, azt majd megkérdezem majd egyszer a Microsoft-tól, hogy árulják már, hogy amúgy ennek most miközben van ez az egészhez. De jó. Ó. Oh. Hát én most nem érek rá, bocsi. Én most jövök ide. Ó, oh, basz meg. Oké. Okay. Durva ez a... akárki is. Még jó, hogy időbe. Bassza meg, de az a durva, hogy nem bírom még kivédeni se. Ez így izgi lesz, na várjatok. Nem sok esélyem volt. Faszok ki van ezzel a játékkal, hogy állandóan megszopatom, hogy a kurva nérik én. Na várjatok. Valamit ki kéne találnom, de mit? És hogy? Hát a tűz az nem nagyon segített most rajta, úgy látszik. Na, én most nem érek el ezzel rá. Nekem most ő nem nagyon foglalkoztat. Látok. Valami baj van neki az aggyal, azt látom. Megnézzük, hogy hogy reagál a tűzre, de szerintem sehogy.
Nem nagyon akar. Mögé kell mennem. Arra már rájöttem. Au. Mert ha előtte maradok, akkor kinyúlasz. Látok. Durva. Amúgy nagyon durva a karakter. De mákon volt. Úgy? Ó! Oh! Miért van olyan érzésem, hogy ez rohadtul fájni fog? Áááá, bassza meg! Tak csak. Oké. Ki kell játszanom. Két lehetőségem van. Vagy megtanulok védekezni, ami nem igen fog menni. Viszont amit észrevettem, hogy nagyon még mindig rohadt lassú a karaktere, nem tudom mi a faszom baja van. Pedig már dupla stamina skill, meg a faszom, meg minden, de olyan érdekesen mozog. Jó. Nem volt ez annyira vész. Szerintem meg lesz, várjatok. A tűzre reagál, azt észrevettem. Oké. Okay. Vedd már fel! Öcsém! Baszakodok itt. Na. Tök jó, hogy amúgy bukvenc ezek. Durva. Ó, oh, ez beszopatott elég rendesen. Tök jó, hogy el se találom. Látok? Bassza meg! Nagyon nehéz ellenfél, de nem tudom kivédeni. Hogy csináljam? Megpróbáljam kivédeni? De szerintem nem fogom tudni kivédeni, mert megvan a ritmusa, hogy nagyjából így fejbe hirtelen. De hű, látok. Valahogy mögé kéne kerülnöm. De nem tudom, hogy hogy. Vagy
Megpróbáljuk, várjatok, majd mindjárt, ha felértünk. Megpróbáljuk a másikkal, kicsit lassabb a fegyver. De meg tudjuk próbálni vele. Nem tudom, hogy ő most robot, vagy démon, vagy mi a fasz. Erre amúgy nem ártana tudni. Mondjuk reagál a tűzre, de... Hát nem tudom. Vártok. Vártok, pillanat. Azon gondolkoztam, hogy ezt áttesszük a kedvencünkre, amit szoktunk használni, és az nem más, mint ez. Oké, mert erre van kiskillezve a dolog. És akkor befenjük egy kis tű... először nézzük meg, hogy erre mit reagál, oké? Mondjuk ebből nincsen sok. Még időbe. Nem tudok védekezni. Úgy felemészti ez a fegyver a staminámat, mint állat. Erre valamit ki kell találnom, rá kell jönnöm. A méregre nem nagyon reagált, ahogy elnéztem. Vagyis reagál, de... Hát nem tudom. Lehet, hogy jobb lenne a kis késsel? Több staminám marad? Nem tudom. Visszamehetünk, mert az a baj, hogy ezt fennem kell, viszont... Viszont ez baszó, mert azért erősebb, mint a kisebb kis késem. Hát nem tudom. Hirtelen, hogy mit évő legyek. Agyalok. De egyelőre nem biztos, hogy sikerül. Kurva nehéz. Legalábbis nekem. Oké. Okay. Ügyes voltam, mert kivédtem. Megpróbálok ráérezni a ritmusra, hát ha kibírom védeni. Nem biztos. A kis tüzes amúgy ezzel nagyon király, csak az a baj, hogy fölzabálja a staminámat ez a kard. Ez meg ugye még fejlődnünk kell, hogy ne zabálja föl. Vártok csak. Vissza a tüzesre. Oké? Okay. Megcsináljuk. Úgy. Igazán, de sok értelme nincs, hogy ezek nálam vannak most. Érdekes lesz, srácok. Valahogy rá kell jönnöm. Hogy őszinte legyek. Nem tudok úgy védekezni szerintem. Ó, nem sikít. Annyira szar, hogy késő reagál a... Most fog nekünk szaladni. Nem, nem. Nem tudok. Hiába, láttátok? Hiába nyomom a védekezést, egyszerűen nem. A ritmusa az megvan már, tehát az a tisztában vagyunk, hogy milyen a ritmusa. Tehát az már úgy rémlik, de egyszerűen nem megy. Nem tudom a perfektet megcsinálni, és tudom, hogy erről szól a játék, ezt többen is jeleztétek, de hiába próbálom ezt a
ezt a... Én hiába próbálok előre időzíteni, nem? Vagy most vagy, vagy azzal van a probléma, hogy, hogy késik a joystick. Ugye? Mert ez, tehát ez nem a legjobb minőségű. Vagy... Vagy tényleg én vagyok béna. De szerintem az utóbbi. Ott van, próbálom és nem. Hiába nyom, ott volt, láttátok az ujjamat, most még a kamera is oda néz, és nem. Próbálom ugyanabba a ritmusba, de valamiért nem. Ez a bajom a védekezéssel, hogy amikor már ilyen szinten játszok, mármint, hogy ilyen szinten magas szintű ellenfelek jönnek, nem tudom kivédeni. Pedig amúgy megvan a ritmus. Érdekes. Felettév érdekes. Rosszul, rosszul időzítek. Vártok csak. Nem jó. Mert ki lehet őt kerülni. Ilyenkor, ugye? Mi van? Na ne basz! Erről nem volt szó. Mi a fasz? Menjetek már a picsába, mi ez a játék amúgy? Mi a faszom történik, halljátok? Hallod, hogy szuperhírónak kell lenni, mi a fasz? De amúgy jó, oké. Vállalom a következményeket, mi a fasz? Én csak lesek, hogy mi a picsa történik, dupla, mi lesz a végén, tripla, vagy mi a fasz? Oké, megvan a, megvan ott a ritmusa. Nem leszünk ennyire nagy bajba szerintem. Hát még egy jó darabig lehet, hogy ezzel fogunk tökölni, srácok. Ez durva! Mi a fasz? Hát menj már! Egy is elég! Nemhogy még kettő. És akkor nekünk még itt izélni kéne? Menj már a picsába! Durva! Vártok. Oké. Azt látjuk, hogy valami nem stimmel a jánnyal. Kettő? Oké, elbasztam. Rájöttem, hogy kikerülések közt
Csak kétszer tudok oda szúrni. Tehát, hogy nem szabad túltolnom, mert ugye a nehéz számadások lemerítik a karakteremet. Úgyhogy úgy kell csinálnom. Tartok. Ez durva az a izé. Ez most meglepődtem. Tehát az én technikám, a védekezés nem megy. Úgyhogy még mielőtt bárki ezt majd így a szemembre hányna, hogy azért van a játék, hogy védekezzem. Megértem, tudom, tisztában vagyok vele, neki lehet, hogy megy, nekem nem. Úgyhogy nekem erre kell valamilyen ilyen jellegű variációt kitalálni. Ugye? Megy is, nincs is ezzel baj. Csak amikor osztódnak, akkor leszek problémába. Látok. Ugye? Egy, kettő. Most nekünk fog majd szaladni. Igen, gondoltam. Oké. Nem. Jó, egy, kettő, ez lett volna, oké, ez csak egy ilyen teszt, várjatok. Amikor így hadonászik, akkor már a második felvonása érkezik. Most fog majd megint egy ulti. Rájött a nehéz támadásaimra a játék. Most mi van, ezt fogja még csinálni? Menj már a picsába! Öcsém! Te köcsög! Oké. Nem baszik ki velem. Nem tudom kivédeni, srácok. Próbáltam. Tehát az a problémám, hogy nem megy. Tehát egyszerűen hiába próbálkozok. Megmakkan. Most vagy ezt majd kiderítem, jó? Majd így a videón kívül ki fogom nektek deríteni, hogy amúgy mi az oka, hogy nem tudok védekezni. Vagy azért, mert béna vagyok, ami több mint valószínű. Vagy azért, mert nem jó időzítek, vagy azért, mert fos a joystick. Erre is gondol, hogy joystick, controller. De mindegy, ugyanaz a kettő. Úgyhogy, ja, nem tudom, egyszerűen erre nem tudok rájönni, hogy mi okozza, menj már föl, hogy mi okozza ezt, hogy lassú a karakter reakciója. Tessék. De még ugye a hátraugrálásból is. Tessék! Tehát ezért nem értem, hogy most vagy a kontroller a lassú, vagy pedig már ismerem a mozgását. Ez ugyanez, valami hasonló problémába merültünk ugye az előző, nem is tudom, hogy kiné, a boxolós témánál. És ugye... Hogy próbáljuk megváltva? Várjátok! Most már nem igazán érdekel a pont se. Na, leszarom, mert... Nem tudok vele mit kezdeni, állandóan elveszítem, mindig azzal foglalkozok, hogy fölszedjem, már nem nagyon érdekel, hogy őszinte legyek. Tudom, hogy ezzel tudunk fejlődni, és hogy itt más emberek ölnének ezért a 8000-é, bár ide szerintem most nekem igen kevés. Egy, kettő, oké. Oké. Egy, kettő, ugrás. Egy, kettő. Itt most megtörtük. Úgy. Most kell... De baszd meg! Miért nem tudok elgurulni? Nézd meg! Nem! Nem megy! Le van merülve? Vagy mi a faszom van ezzel a kontrollerre? Egyszerűen nem megy. Tehát... Nem tudom. Én vagyok hülye. Amúgy lehet, hogy... Valami nem stimmel. Egyszerűen próbálnék elgurulni, és akkor van egy ilyen, körülbelül egy másodperces csúszás. De nézzétek, kíváncsi vagyok, hogy meglátjátok-e. Megnyomom a gombot, és egy másodperccel később próbál elcsúszni, elugrani tőle. És ez probléma. Hát ennyire előre nem fogom tudni kiszámolni, hogy ő mit fog csinálni velem, érted? Az már lehetetlen. Vagy akkor nagyon-nagyon profinak kell lenni. Ugyanez volt ugye a másiknál is. Ugye ennél a Luffy fejűnél, amikor küzdöttünk vele. Egy, kettő.
Ebbe beleszaladok megint. Nem. Egyik pillanatban jó, másik pillanatban nem. Tehát, hogy amikor megnyomom egyszer, akkor vár egy kicsit, és akkor kettőt így megtorpan, így oldalra ugrik, és... De szerintem amúgy ez a éhibám, ugye ezt az előzőleg is a... Hogy hívják, a P-Jorgennel lehet, hogy elkúrtam, hogy ez a dupla ugrás egy kattintásra. És ezzel még számolnom kell. Csak az a baj, hogy ezt nem mindig csinálja, srácok. Nem tudom, fura. Fura ez most így. És megpróbálok rájönni, hogy hogyan... úgymond, hogyan játszam ki, még mindig, de amúgy meg nem volt rossz. Oké, okay, várjatok. Au. Bassza meg! Jó volt, oké. Okay. Kezdek ráérezni. Jó, most látszok, amúgy ez nem lesz olyan vész. Már egész jó volt, csak amikor duplán vannak, akkor leszek bajba. Ezzel a dodzsolgatással. Meg lesz, várjatok. Érdekes volt. A lényeg az, hogy legalábbis nekem, amit én észrevettem, és csak nekem jó ezek szerint. Mert mindenki máshogy játsza ezt a szarjátékot. Táncolnom kell ugyanúgy. Oda, vissza, oda, vissza. Amikor meg kell várnom mindig a pihenőket. De addig jobbra vagy balra kell kikerülgetnem őt. És amikor megindul, leszúr, akkor leszúr. Vártok. Ugye? Igen. Egy, kettő. Előre. Úgy. Egy. Várjatok. Oké. Okay. Ó. Oh. Nem jó, időzítek. Egy. Megakadt, láttátok? Megakadt a deszkába. Oké. Okay. Egy, kettő. Oké. Okay. Most kell vigyáznom. Oké. 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 Egy, kettő, három. Oké, okay, elmegyünk. Ah, bassza meg. Vártok, még rá kell jönnöm a technikáira. Jól van, srácok, ez szerintem a következő körbe menni fog. Mármint úgy, hogy a következő epizódba. Úgyhogy ez majd kiderül. De szerintem jó lesz. Jó lesz az. Most már megvan a mozgás, a ritmus. Védekezni nem fog, ez biztos, mert nem tudok. Ha bekerülök a helyére, akkor nem tudom átvenni az ő ritmusát, ahogy ő szab, vízba szól, úgyhogy én inkább maradok ennél a dodzsolós témánál. Nehezebb, legalábbis biztos másoknak nehezebb, nekem ez így könnyebb. Vártok.
Egy, kettő. Oké. Igen, ilyenkor vagyok későn. Egy, kettő. De hogy miért... Miért csúszik el? Ez egy nagyon jó kérdés. Tessék! Mit csinál? Most ez mi volt? Ultizik? Nem értem. Itt a ventilátornál beleakadok mindenbe. Tök jó, hogy amúgy elgurultam. Tök király, nem? Minden cikszarba beleakad a karakter, de ezt láttátok most is. Mindenbe. Tavar. Ez, az. Ez így nem oké. De most mit csináljak? Mit tudok vele kezdeni? Mert védekezni nem fogok tudni. Nem fogom tudni kivédeni őt ennyire. Meg fogja törni a védelmemet. Olyan sűrűek az ütései, hogy ahhoz, hogy mit tudom én szerintem, ez csak az én meglátásom, olyan sűrűek az ütései, hogy ahhoz, hogy én őt folyamatosan kibírjam védeni nekem, ahhoz vagy perfektre kell kivédenem az összeset, egyessével, vagy tartanom kell. De ha meg tartom, akkor meg a sűrű ütései miatt, ugye a gyors mozdulatai miatt, meg az állandó körülbelül ilyen 9 kombó, kombós, egy 9 ütéses kombójából, mondjuk egy ilyennel, látjátok? Ott lett volna a lehetőség. Oké, vártok. Csak nyugi. De... háromszor kell megnyomnom, mire föltölt. Nem szabad, hogy beszorítson a sarokba, vártok. Állj. Ultizik. Dehogy? Hát már rég elgurulok. Figyeljetek. De te... Elgurulok tőle. Látom, hogy mikor készül, amikor bepirosodik, elmegyek oldalra, és akkor is utolér. Nem értem. Na jó van, srácok. Ez az utolsó próbálkozásom ebből az epizódban. Szerintem itt el fogunk tökölni egy jó darabig ezzel a kurva játékkal. Nem tudom, hogy mit kéne csinálnom. Komolyan. Fokkalmam sincs. Jó ez a kis kés, mert amúgy viszi. De nem tudok hozzáférkőzni, mert nem tudom megtörni őt. Mármint, hogy mit értitek? Lehet, hogy agresszívabban kéne, de nem tudok agresszívabban oda menni. Vagy akkor felváltva kéne a támadásaimat? Várjátok. Hogy töltődjön a staminánk.
Nem. És nem. Nem tudok kijönni az ultija elől. Hiába megyek el oldalra. Láttátok? Még kétszer is megnyomtam, hogy kettőt így elvillanjon. Mert elviekben olyan skill van nálunk, hogy hogyha elmegy, akkor gurulás közben nem tud megcsapni. És nem. És akkor is elkap. Jártok, még egyszer amúgy ez nem volt rossz. Kicsit agresszíva, most már leszarom, úgy elvasztam ezt a 8000 pontot, mint a picsa, de most mit tudok? Semmire nem tudok költeni most már. Tehát, hogy ahhoz, hogy fölmenjek, mit tudom én, egy szintet, ahhoz már 10.000 pont kell. Tehát, hogy igazándiból most már semmi értelme nem volt ennek, hogy 8000 pontot itt hurcoláztam, meg minden, de nem tudom letenni. Tehát nincs ilyen láda, amivel vele tuszkoljuk ezt. Látok? Most kell tölteni életet, igen. Nem. És egyszerűen nem. És megint kezdi. Látjátok? És kettőt mentem oldalra, és akkor se. Nem. Egyszerűen nem tudom kivédeni. Idegesítő. Hát na. Előfordulnak az ilyen balesetek, srácok. Nem tudom, hogy mivel kéne mennem, fogalmam sincs. Tűzre jó, de arra reagál, meg egész gyorsan le lehet szedni. De más fegyverre nem nagyon tudok menni. Igazándiból ez van, de hát ő már annyira alacsony, hogy még a dagger-öm is keményebb. Megpróbálhatunk ezzel menni, ez egy kicsivel talán erősebb, de... De az a baj, hogy ezt meg ugye föl kell buffolnom. Ahhoz, hogy hatásos legyen. Bár mondjuk most ezzel a táncikálással... Na! Na! Nem értem. Háromszor megnyomjuk a gombot. Megnézzük majd a következő alkalommal egy másik kontrollerrel. Jó, srácok? Mert lehet, hogy maga a kontroller a probléma. Ez az a baj. Ahogy nem volt rossz, erre az azért erősebb, főleg, hogyha még tűz is van rajta, csak ugye hát ezt nagyon állandóan buffolgatni kell. Várjatok csak, még egy próbát megteszek, igazániból belefér az időbe. Várjatok. Mondom, hogy valami nem oké a kontrollerre, hát 25-ször nyomom meg a gombokat. Pedig lemerülve sincs, mert kábelem van. Puk. És kész, meg is öl. Nem tudom kivédeni. Nem tudom olyan gyorsan előrántogatni a kardokat. Ez a baj. Hogy hiába egy... Látom, hogy mit fog, mikor, mert emeli mindig ugye a kardot, és akkor úgy tuhint. Van egy ilyen, szerintem egy ilyen 2-3 tizedes másodpercnyi késés. Úgyhogy... Ja. De hát nem tudom.
Érdekes. Tehát védekezni nem tudok. Ez tudja tartani a védelmet egy ideig. Ez a kard, egy kicsit... Mondom, valami nem oké ezzel a izével. Kírja, hogy áll, megnyomom és akkor áll. Nem. Egyszerűen. Nem. Még egyszer megpróbálom. Zavar, srácok, egy kicsit, hogy nem tudok boldogulni ellene. A tüzes kis késsel jó. Eddig azzal jobbak vagyunk, csak azzal... még mindig maradunk enni. Terintem. Még mindig maradjunk a kis kardunknál. Egy kis dezserünknél. Terintem. Mert az a baj, hogy gyors. És nem fogunk tudni... Mire megszurkálom vele, oké, hogy erősebb, meg a faszom, meg minden, de mire felszurkálom meg a tököm, meg... Na, értitek? És ugye az már úgy probléma, az idő. És addig ő már háromszor kinyírt. Ez a gond. Na, milyen érdekes, most működött. Nézzük. Nagyon hat meg ez a dolog, ugye? Az a probléma. De ezzel meg az a baj, hogy nagyon közel kell mennünk hozzá. Érdekes volt. Ez fura volt így. Srácok, ezzel itt el leszünk egy darabig. Szerintem van egy olyan érzésem. Még eddig csak egyszer sikerült eljutnunk ezzel a tétosztódásos témájához, de... Kezdem úgy érezni, hogy lassan föl fogom adni ezt a játékot, mert valami elképesztő... Tehát kegyetlen. Sokkal, de sokkal nehezebb azért, mint a Dark Souls 3 volt. Pedig azért az sem volt egy olyan könnyű, főleg nekem, de ez, srácok, legalábbis nekem nagyon nem áll kézre a játék. És az baj, hogy meg se érzi. Nyomtam, hogy töltse az életét. Na, gyere csak. És geci nem hagyja abba. Hallod? Nem jó. Ki fogom cserélni a joystickot. Vagy, de előtte kidobom az ablakon, srácok. Hát ilyen nincs, ha megnyomom az élet töltés, az háromszor kell rányomnom, hogy töltsem erre amúgy. De úgy, hogy már befejezte a műveletet, tehát nem csinál semmit. Nem értem. Na meg arról ne is beszéljünk, hogy megakad minden szarba a karakterem. Tehát ez a dodzsolási lehetőség itt enni a pályarészni igen kellemetlen. Na, srácok, hát ebből az epizódban nagyon sikeresen elpocsékoltuk azt a kemény 8000 pontunkat. Tarok rá igazándiból, most már akkor is végig fogom szenvedni a játékot, hogyha beledöglök. Bár egyre, de egyre, nagyon durván, egyre nehezebb. És nem tudok rájönni, hogy mi a picsát csináljak vele. Cső! Akkor is hozzám ér. Miért
ilyen lassan tölted a kibaszott életedet, te hülye pöcs! Töltsed már! Így kell lesz, srácok. Jó, oké, megtaláltuk a megoldást. Na, megpróbáljuk mi... Nem, tudjátok mit? De, megpróbáljuk. Mert ugye ennek a videónak lemaradt az eleje a dumálgatás. Úgyhogy, de megpróbáljuk, legyen egy kicsit tartalmasabb ez a videó. Most már megtaláltam a megoldást. Rájöttem, hogyha... Bírja akar, csak az életem nem. De meg tudjuk oldani. Mert ugye a védekezésből lesz annyi időnk, hogy visszatöltődjön egy kicsit a... Kicsit a témánk, várjatok. Mi is vissza tudunk élni ezzel a lehetőséggel, egy pillanat. Jó lett volna, srácok. Oké, megvan. Megvan a megoldás. Jó van. Oké, maradjunk annyiba, hogy visszajövünk ide. Ez jó volt, srácok. Oké. Na, hát akkor csak megjött az ihlet, hogy hogyan tudjuk őt hatástalanítani. Már ne haragudjatok, hogy ennyire elhúztam, és hogy lemaradt a videó eleje. Úgyhogy... annyit fogunk csinálni. Most már rájöttem, hogy mi lesz a megoldás ezzel kapcsolatban. Tehát annyi a lényeg. Legalábbis nekem ez jó, így, oké? Tehát tudom, hogy mások máshogy csinálják, de nekem ez így tökéletesen meg fog felelni. Na, annyi a lényeg, hogy egy kicsit figyelnem kell, rá kell koncentrálnom az életemre, vagy azt fogjuk csinálni, hogy az egyik pecsétet, az élettöltőset, azt föltesszük. Mert lehet, hogy egy kicsivel azért, bár mondjuk sokra nem megy, úgyhogy maradunk ezzel a staminással. Na, annyi a lényeg, srácok, hogy mivel, hát... Ezt már sokan mondták nekem, hogy egy kicsit agresszívabban kell játszani, kicsit olyannak kell lenni, mint a Tibéziában, ugye, hogy csak mész és gyakod, és nem hagyod békén is tényleg. Na hát ez ennél is érvényesül, így egy kicsit nehezebben tud megtámadni, nincsenek messzi támadásai, mert közelebbiek voltak, ugye? Nem tudom, fel akinek feltűnte. Akkor meg kivédem, egyedül az ultiával kell vigyázni, és akkor folyamatosan rá kell pillangatnom az életemre, ez a lényege, és akkor úgy sikerül. Mert most azért már így a második, tehát az előző és az előző előtti, tehát az előző három körben azért egész jól ment ez a dolog. Úgyhogy szerintem fasza lesz, rá fogunk erre jönni, akkor ez így működni fog szerintem. Úgyhogy találkozunk, srácok, a következő epizódba, és holnap várlak benneteket egy Hellblade-del. Oké? Megnézzük, belekukkolunk a játékba, megnézzük, hogy mi lesz a játék kimenetele. Rájöttünk. Wow. Tehát, hogy most így egyszerre akartam gyorsan mindent elmondani. Mivel lemaradt a videó ereje, remélem, hogy mivel összefosta magát itt a gép, de azt tudjátok, hogy szabadságon voltam, remélem, és hogy mivel egyedül vagyok, nem tudok pótolni a videókat, tehát, hogy így menet közben nem tudom feltöltögetni. Gondolkoztam rajta, hogy előre meg kellett volna csinálni, ez már így utólag egy jó ötletnek tűnt.
csak már késő volt, ugye utólag, de ez van, srácok. Annyi tényleg lemaradt az első része, én ezt nem fogom vágni, mert hogyha elkezdem vágdosni, akkor egy fél nap mire föltölti majd a mai nap folyamán nektek ezt a videót. Úgyhogy hát ez most ilyen eleje nélküli Lies of P hirtelen beugrás, a belecsöppenés a dolgokba. Úgyhogy srácok, hát visszatértünk, úgyhogy várlak sok szeretettel benneteket holnap egy Hellblade 2-vel. Belekukkolunk, és akkor szerdán ugye folytatjuk tovább a Lies of P-t, ugyanezzel a felállással, ugyanezzel a témával, és most már annak tudatában, hogy képesek leszünk tudni megölni ezt a csikoltozós agy valamit, ilyen agy kontrollos akármit. Úgyhogy ja, srácok, majd találkozunk a holnapi nap folyamán, úgyhogy jók legyetek, és ne felejtjétek, szerdán live, ugye? Szerdán egy Souls live, folytatjuk a Mortal Shield, ugye ezt szavaztátok meg, elviekben. Bár szívem szerint én nagyon jó játékot találtam, egy kis kikapcsolódás szempontjából, úgyhogy, mert én őszinte leszek, szeretnék a Mortal Shield-el játszani, de ez a bugokat én ezt már nem tudom elviselni, úgyhogy nekem ez ront a játék hangulatán. Meglátom, hogy mivel fogunk játszani. Tudom, hogy megszavaztátok, hogy vigyem végig a mortársírt, és hogy nem olyan hosszú, ugye? De nem vagyok benne biztos, hogy nekem ehhez most lesz idegrendszerem, főleg annak tudatában, hogy a Lies of P a vége felé jár. Legfeljebb majd elővesszük a mortársírt akkor, hogyha... De tudom, hogy nem hosszú, de srácok, én nem szeretnék nagyon vele tökölni, ha, hogy őszinte legyek, mert... na, tehát, hogy... Nekem ez a bugokkal teli lófasz, hogy nem tudsz megmozdulni a pályán, mert mindenbe beleakad, és nem tudsz normálisan érvényesülni, az úgy fura egy kicsit. Kicsit a Lies of P is erre kezd nálam hajozni, hogy már minden apró szögbe is megakad a karakter, de még tűrhető. Úgyhogy ez van. Na, srácok, úgyhogy ennyi. Pénteken hát ugye folytatjuk tovább az Ad Infinitum nevezetű játékunkat a live-ba. Úgyhogy várlak sok szeretettel egész héten. Most itt leszek teljes mértékben, 100%-osan veletek. Körülbelül megmondom nektek meddig, még egy hónapig, ha nem jön közben valami. De azt tudjátok, hogy a live, várjátok, jövő héten elviekben a live az elmarad, oké? Okay? Nem tudom, mert vagy meg délelőtt fogjuk ezt megcsinálni, nem biztos, hogy rá fogtok élni, de meg tudjátok majd tekinteni délelőtt. De több mint valószínű, hogy délelőtti téma lesz, és akkor utána meg majd meglátjuk. Hát a péntek esti horrort azt igazándiból meg tudnánk csinálni, csak az a baj, hogy az ilyen 10 órai, 11 órai kezdéssel, és akkor már szerintem mindenki alszik, vagy éppen valami más csinál, mert partizni jobb, mint engem nézegetni, úgyhogy na, srácok, úgyhogy ennyi. Az is több mint valószínű, hogy ilyen napközbeni téma lesz, hogy legalább utólag meg bírjátok nézni, és akkor tudunk ezekkel is haladni. Na, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és találkozunk holnap. Úgyhogy, sziasztok!